A szél most még akadálytalanul futhat végig Kispiac határán. Itt belátható időn belül csak nem 200 méteres, 23 darab szélturbinának kéne állnia. Gyakorlatilag itt van ez a terület. A magyar befektető Magyar Kanizsa önkormányzatát kereste meg annak idején az ajánlatával. Nyilas Mihály polgármester szerint most nehéz megbecsülni, hogy mikor épülhet meg az első torony. Láttuk azt, hogy ezek az ilyen hasonló projektek itt Szerbiában igen lassan mozdulnak. Gyakorlatilag mindez attól függ, hogy a megfelelő engedélyek, nagyszámú engedély mikor kerül beszerzésre, beleértve a természetvédelmét, az energetikait. A Velebiti tó és Kispiac között elterülő terület madárvilágát 2 év kutatás után Hulló István biológus vette számba. Maga is meglepődött, hiszen a Kies mezőgazdasági területen 106 madárfajt figyelt meg a közeli vizes élőhelyek miatt is. A szélturbinák azonban jó eséllyel nem jelentenének veszélyt a madarakra. Itt oda kell figyelni a darvak téli mozgására, mert tekintettel az enyhe telekre, ezek a madarak nem vonulnak Afrikába, nagy részük itt áttel a Kárpát-medencébe, konkrétan itt a kukoricaföldeket látogatják, ugyanúgy a vadlibák, amelyek itt a kapitányréti halastavon éjszakáznak, itt táplálkoznak a buza földeken. Szerbiában a hírek szerint a kelet-bánáti Zicsi falva mellett épül még szélpark. A szél erejét eddig még gyakorlatilag sehol sem használták ki az országban. Szerbia egyes vélemények szerint 20 éves lemaradásban van Európa más országaihoz képest a szélenergia kihasználtságát tekintve.